Vysoká škola muzických umení uvádza. Bakalársky film Čabu Molnára a magisterský film Lukáša Terena. Dobrý človek. Paradicsomokkal is lehet választásokat nyerni. Nem. Majd én megmutatom önöknek. Cyklisti. Čo sa to stalo? Toto bolo.
Úbohé. Súlyos egy város ez. Norvégiában sokkal jobb a közbiztonság. Szóval tam viem, že veríš Vanilou. Takže dobre ma počúvaj. Ja som tu preto, aby som sa presvedčila, že ty, Zoltán Varga, si hoden pozemského života. No, a nevyzerá to s tebou dobre. Takže, dávam ti 3 dni. Toľko času budeš mať na to, aby si minimálne 3 ľudí urobil šťastnými. Jeden. Dva. Tri. Na štvrtý deň si po teba príde. Prepáčte. Je mi to pekelne ľúto. Nechcela som vás zraziť. Bola to nehoda. Chápete? Zhoda okolností, proste prúser. No, dúfam, že ma neudáte. Lebo to by bolo už na mne veľa. Už aj teraz som na šrot. Chcela som vyčistiť vaše gate. No nič. Ani tá prievaná pračka mi nefunguje. Musíte tu ešte chvíľu počkať. Ja som to namočila, že kým sa preberete, že to v rukách preperiem. Upravím vám to. Prosím. Upravím vašu práčku. Ale čo? Jó napot, tanár úr! Tanár úr! Tanár úr! Tanár úr! Tanár úr! Csendesen be! Prosíme Arpada Varku z oddelenia mrazeného mesa, aby sa dostavil k informačnému pultu. Arpad, hľadáte nejaký potetovaný chlap? Vojna.
baj van, tanár. Gyengék van az idején. Bezárták a kedvenc kocsmámat. A dobosom megfogta magát, lelépett. Norvégiába ment. Valami kisvárosba. Hogy hívják? Na, Fanabigda vagy mi az? Itrebigda, azaz. Elvették az állampolgárságomat is, hát most élet az ilyen, de komolyan. Senkire se jól. Nekem se az látod. Tanár úr. A fiát baleset érte. V našlých obrazoch ste mohli vidieť krátku expozíciu. Teraz príde druhá kapitola filmu, kde sa život elektroinštalatéra z Komárna, ktorý sa volá Zoltán, navždy zmení. Som hotový. A ja? Také pekné ryby. Sú veľmi suicidné. Kúse vyskakujú z akvárka, neviem, čo im je. No, to viem, možno je to nejaký feng shui. Viete, že prebrajú zlý osud majiteľa, aby sa zdá, že jemu nestalo nič zlé. No, to som čítal niekde. Pri tom počte rybia, ktoré sa už odjevali z toho akvárka, by som musela byť nezdesiteľne šťastná. Nech sa stane, čo sa stane. Nikdy ťa nechcem stratiť ako kamaráta. Sľubujem, nikdy nebudem tvojim kamarátom. Zašukáme si a zajtra sa budem cítiť na hovno. Mne to nevadí, milujem ťa. Toto ste písali vy? Bohužiaľ, to nebol bestseller. Múdry z vydavateľ sa povedal, že je to príliš slovenská téma. To je problém. Právim. Zoltánko, problém je, že nikto nevie, kde je Slovensko. Ani Slováci. Problém identity. Ale toto je už minulosť. To sa už neráta. To je dobré. Ďakujem za všetko. Vy ste úžasný človek. A ja som si myslela, že vy Maďari ste taký pálivý. Vy ste vydatá. To mám na ruke, aby som vedela, že muži sú kokoti. Prečo? Len tak. Toto je jediné, čo mi ostalo po otcovi.
Dal ho mojej mame a potom odišiel. A už sa nevrátil. Hľadala som ho dlho. Ale som ho nenašla. Lebo... keby som ho našla... Au! Skurvená paprika! Prosím vás, choďte už preč. Vy ste veľmi milí, ďakujem vám za všetko. Za pomoc a za všetko. Choďte už preč. Dvere sú zatvorené. Mala som zraziť račo nejakého štyriciatníka. A németeknek már akkor voltak ilyen stoplis cipőjük, ezek az újfajta csavarosok, stoplis cipőjük. Tehát azért tudtak minket 54-ben megverni. Bernbe 54-ben a döntő, VP döntőben. Előtte németeket 8-3-ra. 8-3-ra megvert. 8-3. 8-3-ra. Megmutatom. Itt van. A futball jött. Puskás. Na, Puskás. Ő sérült volt. Sérült volt. Lerúgták őt előtte. Esett az első, hát a magyarok azok csúszkáltak. It was raining? Éjjel, csúszkáltak. Hát a német az egy... az egy precíz népség a német. Előre tudták, hogy esni fog. És akkor kapták még ezt az újfajta csavaros stoplis cipőjüket. Ilyen stopliaik volt. Ilyen stopliaik faj. A magyarok csúszkáltak, aztán... hát kikaptunk. Nyárasd a mi mumus csapatunk, nehéz az ennyire védekező csapat ellen játszani, ezért örülünk a győzelemnek. Szombaton a 9. fordulóban a lilák 2-1 arányban legyőzték. Have to go. Ja, pisilni kell? Ja, ja. Thanks. Sorry. Thanks for the wine. Take care, take care. Bye. Augusztus elején Torino volt a játékok házigazdája, ahol több mint 30 sportág. Nekem is ezt kell csinálni. 35 év feletti veterán sportoló. Kajakkenu sportágban Szlovákia színeit 5 komáron... Szépen kiköltözni ide a szülőbe és fütyülni mindenbe. Mégpedig remekül. Ötször állhattak fel a dobogóra, és a K4-es hajó legénysége az 1000 méteres távon a legfényesebb aranyérmeket is kiharcolta. Ugyanebben a felállásban a 200 méteres távon ezüstérmet... Örülök, hogy nem esett bajba. További érmeket még a következő számokban... Már régen voltam itt. A 35 év feletti kategóriában... kijáratnánk ide többet is így együtt. ...és K2 1000 méteres távon szereztek... Neked sincs ilyen, sose nekem sincs. A 45 év felettiek... hát most is bent fogtak bennünket. Még egy órát palettáznunk kellett. A C1 200 és 1000 méteres távon a 70 év feletti... már se fogják kifizetni. Befejezése után is hűek maradtak a sportágokhoz, és világra szóló... milyen lett az idei bor? ...a komáromi kajakkenu sport hírnevét. Idei? Azt majd össze kérdezd meg. ...legrendügyesebb versenyzői a hazai országos bajnoksági versenyein is... én szerintem az a leányka, az az idei, az... nem tudom, nekem az nagyon ízli. A tavaly jobb volt. És milyen napod volt? Rossz. Nagy Sándor. Menedzser. Mindig megszivat.
Állandóan megszivat, ha bejön valamelyik régi tanítványom. Tudod, hogy mit csinál? Bemondatja hangos bemondóba, hogy menjek és töltsen fel a klozett papírokat. Hey, Arpad! How are you? Hello, Tabas! Puskás, paprika! I love this place, man. Sunshine, good book. Neked is, neked is. A pultos lányok azok már csak röhögnek rajtam. Mert azok között is van persze, akit én tanítottam. Hülye? Hogy meccetted ezt meg? Nem megmondtam, hogy... Megmondtam, hogy öt szemet kell hagyni, csak ötöt. Kész. Kész, vége. Vége. Ebből már nem lesz termés. Megölted. Tudod mit? Inkább ne segíts. Menj be inkább a házba és egyél valamit. Haló, prosím. Nie, som 40-ročná žena, prepáčte. Prosím? Áno, mám rád zelenú farbu. Nie, prepáčte, nie, prosím si bambusové ponožky. Ďakujem pekne. Do počutia. Látod? Ott a hajógyár fele van Tampere. A nagykémény fele meg Keflavik. Ott is van egy ilyen nagy hírű zenei fesztivál van. A zongoristán meg Handnafjordurban zenél, egy nagy zenekarban. Kéne valami meló. Valami. Valami. Impulzus. Nem akarsz inkább valahova délre menni? Közép-Nyugat-Albánia, Lakatund. Ott is van egy ilyen jó fesztivál. Meg ott állítólag szeretik is a magyarokat. Tudod, mi lennék, ha most újjá születnék? Mi? Emo. Van abban az életérzésben valami. Na? Azt hiszem, hogy sikerült megcsinálnom. Most már nézheted a skandináv adókat is. Köszönöm. Örülsz neki? Nem. Az emók nem tudnak örülni. Tudtad, hogyha a bicikliző apácát látsz, az szerencsét hoz? Nem az.
So, here comes the third chapter of the film. And a new morning comes, and we can see Zoltán mission trying to save his life. And to make at least three people happy. It's going to be very, very hard. Because as you see here, this place is fucked up. Really fucked up. Bože, ten hra príšerne. Najradšej by som ho zastrelila. Pof. Ochrana pred hudobným terorizmom. Nebuď taká depresívna. Máš nového priateľa Maďara? No. Už len to mi chýbalo. Prečo? Veď on je úplne v pohode. Kto bude s tebou, keď ja odídem do Keflaviku? Nikto. Ale ja som si už na to zvykla. Kvôli chlapovi plakať nebudem. Prepáč. Nejde mi to teraz. Asi mám depresiu. V pohode. Ja ich mám viac. To je norský nábytok. Švédsky. Vieš, to som ešte nikomu nepovedal, ale Slováci ste taký melancholický ste, taký pasívny. My Maďari spáchame aspoň sebevraždy. Samovraždy. Tak sa to povie po slovensky. Ináč mimochodom nie je to až taký zlý nápad. Si myslím, že je to zlý nápad. Indiana Lališ! Indiana Lališ!
Ingyen ölelés! Čurák! Toto je moje miesto. Bočí. Pôjde. Čípeš klobás! Akcio! Akcio! Kupujte čípeš klobás! Akcio! Kupujte čípeš klobás! Time I wanna tell you the story of us two. I'm just focused on you and now I need to say why. 'Cause I feel love with you. Jó napot, tanár úr! A 15-ös kell karikázni. Ne feledje. Már csak két nap. Tanár úr? Tanár úr? Tanár úr? Tanár úr? Tanár úr? Tanár úr? Én hallottam, ami az iskolában történt. Ez az összevonás, hogy már nem lesz magyar iskola. Ez borzasztó. Ez borzasztó. Az. És én nagyon sajnálom, hogy a tanár urat menesztették. Nem rúgtak ki? Én mentem el. Ennyi elég lesz? Elég. Menjünk. Tanár úr, örültem. Ja, és üdvözlöm a kedves lányát. Jól van? Jól. Villanyszerelő. Fiú. Aha. Ja, tényleg. Nem ő osztogat itt kint a parkolóban ingyen öleléseket? A Zoli? Kizár dolog. Kupujte čípeš klobás! Uram! Gratulálok! Le a kalappal, le vagyok nyűgözve! Ilyen emberekre van szükségünk, mint maga. Akik hitet adnak az embereknek. Menjünk arrébb! Tudja, ez elgondolkodtató. És én elgondolkodtam. Nehéz időket élünk. Talán még soha nem volt ilyen nagy a széthúzás, mint most. Még nálunk is. És mindenütt. Én szeretnék önnek adni egy esélyt. Ne feledje. Már csak pár nap. Tessék,
Már csak pár nap is itt vannak a választások. Jöjjön el a kampányműsorra. Szóljon pár szót az emberekhez. És hozzá az édesapját is. Hm? Az ő jelenléte sokat jelentene nekünk. Gondolja át. Mi rendes emberek tartsunk össze. Minden jót. Čerujú pišta. Ako sa máte? A teraz nasleduje štvrtá kapitola filmu, v ktorej Zoltán zistí, že problémy sú síce obrovské, ale on je predsa schopný ich vyriešiť. Veľkolepé problémy potrebujú veľkolepé riešenia. Dobré ráno, milá Zuzana. Pamätáte sa, keď som pozeral u vás starý rodinný album, keď ste mi porozprávali, ako dlho ste hľadali svojho otca? Zuzana, ani sám tomu nechcem uveriť, ale myslím si, že som ho našiel. Zídete k fontáne a tam ho nájdete. Te tényleg fellépnél velem azon a kampányműsoron? Aha. Neked bármit, tesó. Első jó hír, mióta lelépett a zenekarom. Hello! Kaphatnék egy autogramot? Persze. Köszi.
Tudod, te egy nagyon rendes ember vagy. Hát, remélem, hogy az apámnak is ez lesz a véleménye. Te megbolondultál, édes fiam! Normális vagy! Kirúgatsz a munkahelyemről! Felmondó levelet írsz a nevemben? Normális vagy? De hát mindig azt mondtad, hogy mennyire utálsz ott dolgozni, hogy legszívesebben eljönnél. Ne haragudj, én csak segíteni akartam. Én nem ilyennek neveltelek. Immár hagyományosan a Kajakkenu Sportközpont térségében rendezték meg az alap- és középiskolások idei járási mezőnyújtó bajnokságot. Ők pedig 5 kilométeres távot kellett teljesíteniük. Összességében 43 iskola csapata, 159 versenyzője nevezett be a versenybe. Apu! Miért nem mész visszatanítani az iskolába? Én döntöttem így. És ha én úgy döntök, hogy nem fogok magyar gyerekeket szlovák történelemre tanítani, az az én dolgom. Én nem fogok janyicsárokat nevelni. És ha én úgy döntök, hogy inkább egy rohadt üzletbe fogok megnyomorodni, és hagyom, hogy az egész város rajtam röhögjön, az is az én dolgom. És neked ahhoz semmi jogod, hogy bemenj oda és fölmondj helyettem. No, vy ste veľký majster, Zoltánko. Čo ste si mysleli? Vy ste debil? Samozrejme, že som vedela, že ten bezdomovec je môj otec. Čo ste si mysleli? Že som taká slepá, že si nevšimnem svojho otca, ktorý žije predo mnou? Ja už tomu nerozumiem. Ježiš, Zoltánko, vy ste mimoriadne naivný človek. Pozrite sa okolo seba, Zoltánko. Čo vy tu chcete riešiť, čo? My sme tu všetci nešťastní a tak je to v poriadku. Čo som kúpil pre vás?
Teraz. Vážení diváci, dámy a páni, nadišiel Zoltánov posledný deň. Teraz príde aj posledná kapitola, vlastne vyvrcholenie filmu, kde sa dozvieme, ako sa skončí jeho príbeh. Musím vám ešte pripomenúť, že je to nízkorozpočtový študentský film. Takže jednotlivé línie môžu mať dosť prekvapivý a otvorený koniec. Podporte mladých filmárov. Nem tudtam eldönteni, melyik a jobb. A bajszos, vagy az a sima? Szerintem a bajszos. És? Jön a meglepetés? Jön. Úgy a dal közepe felé. Szerinted hogy fog elfogadni? Címlap. Vagy legalábbis írnak rólunk. Tisztelt hölgyeim és uraim, mélyen tisztelt választóim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Békés Megoldás helyszínén. Vážené dámy, vážení páni, hluboko vážení voliči. Srdečne vás vítam na našej kampani, kde samozrejme hľadáme pokojné riešenia. Predovšetkým by som vám chcel predstaviť dvoch slušných ľudí. Kellemes szórakozást kívánok! Prajem vám príjemnú zábavu! Ó, fáj, ha látom, elúszik a felvidéki álom, a hőn áhított egység, ködben úszó egység. Belátod, fény ragyog, még itt vagyok. Dalolj hát bátra, csak te rád vártam. A mi közös dalunkra eljuthatunk együtt egy szebb jövőbe, egy jobba. És ez nem csak ígéret, jeden krászni vélet. Már látom a boldog mosod, ocsujem krászni szpem. A vy parí sa dávny hnev. Spoločný spev náš, hoz békés megoldás, and I'm never losing my...
Poď. Už je čas. Musíme ísť. A nemohlo by byť? Nie. Počkaj. Ty ľúbíš zabíjačku však? No? Vieš, napadlo mi, že by sme sa mohli dohodnúť. Vy Maďari a tie vaše klobásky. Do toho sa rozumiete. Ja viem urobiť veľmi chutné klobásiky. Ja som myslel na to, že aj tebe by som urobil klobásiky.
mi chutné a každý rok. Vieš, ja nerozumiem veľa veciam v tomto živote. Ale toto... Toto viem urobiť veľmi dobre. No a... Ešte je tu niečo. Môj otec. On pracuje teraz v továrni. Pri tom on je učiteľ. Som 40-ročná žena. A nechcem babusové ponožky. Choďte do ryti. Pekný deň. Tudod már, hogy hova megyünk? Keflavikba. Toto je šťastný koniec, na ktorý ste čakali. A teraz prídu titulky. A cestou domov dávajte pozor. A ďakujem za pozornosť.